Jótékonysági Kátai Bál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradó külön kiadását, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 23-án 18 óra 5 perckor. A Délinék Kulturális Központban tartotta jótékonysági estjét a Kátai Gábor Kórház alapítványa. Az esten részt vett Tamásné Cinege Csilla adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, F. Kovács Sándor városunk országgyűlési képviselője, Huba Imre a megyei közgyűlés elnöke, Szepesi Tibor polgármester is. Egyrészt nagy öröm az, hogy újra itt lehetünk, együtt lehetünk. A másik nagy öröm az, hogy egy olyan helyzet után lehetünk újra önfelettek, szabadak és egy kicsit vidámak, amikor és olyan dolgozókkal lehetünk együtt önfeletten szórakoztatunk, és lehetünk vidámak, akik nagyon sokat tettek az elmúlt időszakban azért, hogy túléljük ezt a nehéz válságot, hiszen nap mint nap azért dolgoztak, hogy tudjanak segíteni azokon, akik a Covid helyzetben mégiscsak egészségügyi intézményre szorultak. Amikor arról beszélünk Karcagon, hogy egészségügyi ellátás, akkor mindenkinek automatikusan a kórház jut eszébe. De egyrészt azért, mert ugye kétféle ember létezik a városban, aki már volt a Kátai Gábor kórházban, és aki előbb-utóbb sajnálatos módon valami oknál fogva, de oda fog kerülni. Tehát mindenképpen egy meghatározó intézménye a településnek. Mindenkinek dolgozik, ott egy rokona van, valamilyen élménye a kórházzal, ott született, ott kezelték valami fajta betegséggel, de ha nem kezelték betegséggel, akkor lehet, hogy csak egy szűrővizsgálaton, egy véradáson. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van valami fajta tapasztalata, kapcsolata a kórházzal. Az, hogy segíteni kell az ő munkájukat, az én azt gondolom, hogy mindenki számára természetes. Mindenki, amiben tud. Ha csak egy jó szóval, egy mosolyjal, azzal, hogy odafordulunk és megköszönjük az ő munkájukat, azt, amit végeztek, már az is óriási segítség. Én azt gondolom, hogy aki ennél többet tud tenni, az pedig természetes, hogy tegye meg ezt az adományt. Nagyon sokféle lehet. Én bízom abban, hogy ez a 30 év, és ennek a 30 évnek a tapasztalata megmutatta azt, hogy közösen, összefogva tudunk javítani a Kátai Gábor Kórház helyzetén, tudunk javítani az ott dolgozóknak a helyzetén, és tudunk javítani azoknak a helyzetén, akiket ők ápolnak, akiket ők segítenek. Nagyon fontos az, hogy azok a dolgozók, akik nap mint nap mások egészségért küzdenek, önmaguk is ki tudják pihenni ezt. Szükségük van rekreációra, szükségük van feltöltődésre, és ennek egyik lehetősége az, hogy a Breg-fürdői épületüket, üdülőjüket egy kicsit olyan állapotba hozzuk, hogy ez megfelelő legyen számukra ahhoz, hogy ki tudjanak kapcsolódni, egy kicsit pihenni tudjanak, töltődni tudjanak, és utána újra a mindennapok fontos dolgaiba be tudjanak kapcsolódni. Dr. Fazekas Gábor Gyula, a kuratórium elnöke, aki szólt arról is, hogy az alapítvány nemrég ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Mint elhangzott, az elmúlt 12 évben az alapítvány részére nyújtott támogatások összege meghaladta a 100 millió forintot. Nekem ugye ez az első bálom, mióta Szilágyi Lajosné Anikó nénitől átvettem a Kátai Gábor kuratóriumának az elnökségét, ez 2020-ban történt. Az elmúlt 30 évben nagyon sok mindennel tudtuk támogatni a kórházat, ebben többségében eszközök voltak, de mellette támogattuk ugye a kórház énekkarának a fellépéseit, útjait, mellette ugye támogatjuk a továbbképzéseket a dolgozók részére, valamint ugye a dolgozóknak a rekreációját is. 2009 óta az alapítvány részére nyújtott támogatások összege meghaladja a 100 millió forintot, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy egész sikeres 12 év áll mögöttünk, és ezekből azért nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, tehát főleg eszközöket vettünk belőle, segítettünk ugye a kórházi üdülőnek a felújításában, emellett ugye emlékparkot hoztunk létre a kórháznak a hátsó udvar részén. Hát a covidos időszak azért tudjuk, hogy nagyon nehéz volt mind a betegek részéről, mind pedig a dolgozók részéről. Azért áldozatos munkát kívánt ugye az itt dolgozók részéről.
próbáljuk nekik megadni azokat a lehetőséget, egy kicsit segíteni, ugye újabb eszközökkel, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni. Próbálunk abban segíteni, hogy esetleg az ügyeletes szobákban az elhasználódott bútorokat kicseréljük, komfortosabb környezetet biztosítsunk számukra, és a betegek számára is tévékészülékekkel, hűtőberendezésekkel, újabb ágyakkal. Az alapítványt főként ugye különféle támogatásokkal, akár eszközöket, bármilyen adományt elfogadunk, amit ugye tovább tudunk adni a kórház részére, valamint ugye a számla számunkra nyugodtan lehet akár ugye egy-egy osztálynak is támogatást nyújtani, amit ugye csak az osztályok tudnak majd felhasználni. Mondta az elnök, majd egy-egy virágcsokorral köszönetet mondott Szilágyi Lajosnénak, a kuratórium korábbi elnökének az alapítványban végzett munkájáért. Nagyné László Erzsébet főigazgatónak, Béres Piroska titkárnőnek és dr. Lakatos Linda főgyógyszerésznek az alapítvány működéséhez nyújtott támogatásért, segítségért. Hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy az idei évben immáron két év után sikerült újra megrendezni a Kátai Gábor Alapítvány jótékonysági estjét, és így megünnepelhetjük most egyúttal a 30. évfordulóját is az alapítványnak. Ez alatt a 30 év alatt nagyon sok támogatást biztosított az alapítvány a kórházi dolgozók, az itt ellátott betegek részére. Nagyon sok mindenben segített, nagyon sok beruházásban, fejlesztésben, felújításban vett részt, és hát azért is nagyon jó ez az alapítvány, mert tényleg úgy gondolom, hogy a helyi, a Kátai Gábor Kórház dolgozóinak és betegeinek igényeit szolgálja. Nagyon jó a kapcsolatunk a kuratóriummal, a kuratórium tagjaival, és mindennapos kérdéseinkkel, igényeinkkel fordulhatunk hozzájuk, mindig meghallgatásra találunk. Annak idején 2013-ban, amikor a kórház vezetését elkezdtem, akkor a kuratóriumi elnökasszonnyal, Szilágyi Lajosnéval beszélgettünk erről, hogy kellene jótékonysági estet tartani, és ő elmondta nekem, hogy a korábbi esteken azért nem volt, hogy úgy mondjam, gazdaságos, jó magam ugye közgazdász vagyok, ezek a alapítványi bálok, mert hát elég sokba kerültek a művészek, és akkor én rögtön azt találtam rá reagálni, hogy hát itt 600 dolgozó dolgozik, és talán ők közülük van olyan, aki affinitást érez magában arra, hogy megmutassa, hogy mit tud, akár legyen az tánc, legyen az éneklés, vagy zene, hát bármiben, és akkor alakult ki az első bálnál, és utána azóta folyamatosan tartjuk ezt, hogy mindig megmutatják a kollégáim ezt a fajta tudásokat is. Nagy-nagy, úgy gondolom a közönség nagy-nagy örömére. Ezúton is szeretném megköszönni a jótékonysági estet, illetve az alapítvány céljait támogatókat, akik támogatásukról biztosították az alapítványt és ezáltal az intézményünket. Jelen bálban képződött adományt, elsődlegesen a Berek-fürdői üdülő, ahol a rekreáció igen hasznosan el tudják tölteni a kollégáink áramhálózatának felújítására fordítjuk. Már meg is kezdődtek a munkák, úgyhogy nagyon örülünk, mert ez a nyári időszakban biztosítja a kellemes, gondtalan pihenést majd az üdülni vágyóknak, és nagyon reméljük, hogy a jövőben is fogják támogatni. Minden egyes kollégámnak köszönöm, azoknak is, akik helyettesítették az itt fellépőket addig, amíg gyakorolhattak, és azoknak is, akik most azért nem tudnak itt lenni, mert éppen munkában vannak, hogy segítik a kórház működését, és a színvonalas betegellátásban folyamatosan részt vesznek. Ezúton is nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok mindenkinek, és nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Pohár köszöntőjében F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő megköszönte minden kórházi dolgozónak az elmúlt két évben végzett rendkívüli nehéz munkáját, és jó egészséget kívánt mindenkinek. Én is abban a korban vagyok, hogy a 30-asra már ugye az ember úgy tekint vissza, hogy ez egy nagyon szép és fiatal kor, de egy alapítvány életében ez egy nagyon fontos és nagyon komoly kerekszám. És hát a Kátai Alapítvány egy fontos alapítvány a város életében, hiszen az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb intézménye ennek az alapítványa. Hiszen a Karcagi Kórház, a Kátai Gábor Kórház mindannyiunk életének szerves része. Szerves része abból, hogyha akár születés, akár betegség,
közönség, akár családtagok itt vannak a kórházba, ide kerülnek. Én is kipróbáltam szinte minden osztályát ennek a kórháznak, gyerekkortól felnőtt korba, és azt gondolom, hogy mindannyian számíthatunk rá. És fontos az alapítvány, és fontos a karcagiak és a karcag környékiek életében a kórház is. Fontos az, hogy milyen állapotban van, hogy az alapítvány tud segíteni a felszerelésében, és fontos az, hogy megújult ez a kórház, hiszen nincs olyan rész, ami az utóbbi 10-15 évben ne lett volna teljesen kicserélve, teljesen felújítva. Büszkék lehetünk mindannyian a saját kórházunkra, és erre az alapítványra is. Tóthon Fazekasár országgyűlési képviselő úrral beszélgettünk erről a elmúlt 30 évéről az alapítványnak, hiszen a kezdeteknél még ön is ott volt, és éppen beszéltük, hogy sok helyen tartottak előtte bálokat. Hogyan látja ezt a 30 évet? Mindig lelkesítő célok voltak a karcagi kórházért, a Kátai Gábor kórházért, és a különböző orvos és egészségügyi báloknak a hagyománya a kórházi névadó előtti időszakra nyúlik, visszasült az alapítvány előtti időszakra, és mindig voltak olyan lelkes résztvevők, akik jótékony célokra áldoztak. Ezért is jó látni az, hogy folytatódik ez a hagyomány, és most, hogy már a világjárvány nem jelent akadályt, így újraindul a báli szezon, egy kicsit késve, de jó szándékkal és lelkesen, és én bízom abban, hogy akár a kórház, a Kátai Gábor alapítványa vára, akár más például iskolai alapítványok javára egyre több adományozóra számíthatunk, és így olyan célokat tudunk elérni, amelyekre máshonnan nem lehet forrásokat szerezni. Ez erősíti a közösségünket, és mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket mi veszünk igénybe, karcagiak és környékbeliek. És hát azt gondolom, hogy láthattuk a műsorban, hogy a kórház dolgozói is mennyire felszabadultak, tehát igazándiból a Covid után ők is most báloznak először, vagy vannak így együtt ilyen nagyobb közösségben. Nagyon lelkesek voltak a kórház dolgozói, és olyan szívet melengető előadásról örvendeztettek meg bennünket, amely azt hiszem, hogy mindig emlékezetes marad. Jó célt szolgál mindez, és én bízom abban, hogy a következő bálban is sokan lesznek, és jó szándékú adakozók is mindig támogatják meg az alapítványt, az alapítvány céljait. A színpadon nagy tapsot kapott a jelenlévőktől a kórház Madison kórusának műsora, az SBO-sok tánca, a Györfi Színtársulat színdarabja, valamint Plósz Csilla tanárnő és két tanítványa, Kátai Luizi és Kátai Gyurci közös furulya játéka, valamint Perge Tibor énekes saját szerzeménye, az Ébredés. Kísért Perge Adrián. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!